Rendkívüli nyitvatartás a hétvégén, a népszavazáshoz szükséges okmányok kiállítása miatt a hétvégén is fogadnak ügyfeleket a kormányablakok. Folytatódhat a fejlesztés. A képviselők megszavazták a Petőfi-szigeti sportpálya és a Tűr István Múzeum felújításához szükséges önerőt. Erre még Schwarzenegger is csettintene. A fekvenyomó Kubatov Géza a második helyen végzett a világhírű Arnold Classic versenysorozat barcelonai állomásán. A Bajai Televízió híradója kezdődik, jó estét kívánok! Péntekig kérhetnek mozgó urnát a jegyzőtől a mozgásukban korlátozott, fogyatékossággal élő vagy fekvő beteg választópolgárok. A határidőt követően már csak október 2-án a Szavazatszámláló Bizottsághoz fordulhatnak ezzel a kérelemmel. Ha valaki munkavégzése miatt nem tud elmenni a szavazókörbe, abban az esetben viszont nem kérhető mozgó urna. Aki október 2-án nem a lakcíme szerinti szavazókörben kívánja leadni voksát, annak át kell jelentkeznie az ellátó intézmény helye szerinti szavazókörbe. Ezt postai úton, személyesen vagy az interneten is meg lehet tenni, a www.választás.hu oldalon. Az átjelentkezést a választást megelőző 2. napig, vagyis szeptember 30-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodánál. A szavazás napján a mozgó urnát a Szavazatszámláló Bizottság 2 tagja viszi ki a szavazókör területén belül úgy, hogy az urna az este 7 órai zárásra visszaérkezzen. A népszavazás miatt a kormányablakok a hétvégén is nyitva tartanak. Október 1-én szombaton 8 és 12 óra között, október 2-án vasárnap 8 és 18 óra között fogadja ügyfeleit. Ez egy rendkívüli nyitvatartás ügyeleti jelleggel. Azt szeretném kiemelni, hogy ezekben az időpontokban kizárólag a népszavazáson történő részvétele szükséges okmányokkal kapcsolatos ügyintézés zajlik. Ilyen a lakcímigazolványpótlás, az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása, és természetesen lehetőség van a hivatalunkba érkezett személyazonosító okmányok átvételére is. A kormányablakon még építik a tetőt, így a hivatalt csak a Deák Ferenc és a Szent Antal utca kereszteződése felüli bejáraton át lehet megközelíteni. Újabb jelentős fejlesztések indulhatnak a városban. A bajai képviselők mai ülésükön megszavazták a Petőfi-szigeti sportpálya és a Tűr István Múzeum felújításához szükséges önerőt is. Előbbit hosszas vita után, utóbbi teljes egyetértésben. A Rónai Sándor nevét viselő Petőfi-szigeti sportlétesítmény felújításáról korábban már tárgyalt a testület, ezúttal a 31 milliós önerő biztosítása volt a téma. Ez a mintegy 103 millió forintos beruházás városra eső része, az összeg 70%-át az úgynevezett TAO-s pénzekből biztosítanák a kiírás értelmében. Hajdú Miklós, László Károly és Jaszenovics István is sokalta az összeget. Túlzónak tartom a 103 millió forintot erre a munkára és erre a beruházásra. Fercsák Róbert polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak a futballpálya felújításáról van szó, de a teljes sportlétesítmény fejlesztésére technikailag az MLS-nél lehet pályázni. Lehetőség áll előttünk, hogy az MLS-hez tudunk pályázni, mert többek között focipálya is van ezen a területen. Onnét tudunk plusz forrást szerezni a teljes komplexum egy következő lépcsőbe történő felújításához. Miért ne használnánk ki ezt a lehetőséget? Miért ne adnánk be egy pályázatot, hogy el tudjunk ott költeni, vagy végre tudjunk hajtani egy cirka 100 milliós beruházást? Dancsa Bálint tanácsnok kijelentette, ha tudunk a sportra áldozni, az sokak számára öröm. Szükség van a felújításra. A szigeten, hogyha valaki volt lent és megpróbált futballozni, az szinte már nehéz volt. Nagyon rögös, göröngyös, göcsörtös, gazzalteli, szóval nem igazán olyan a fű, mint ami ennek kellene lenni. Ott azt gondolom, hogy egy komoly talajcserére lenne szükség, és egy komoly alépítményre, egy öntözőrendszerre lenne szükség ahhoz, hogy megfelelő színvonalon lehessen, és örömteli lehessen az ottani játék. A tanácsnok hozzátette, a szigeti létesítmény felújítása nem csak a labdarúgóknak jó hír, hiszen minden bizonnyal az atléták, triatlonosok, a Futím Egyesület tagjai és az amatőr sportolók is gyakran használják majd a megszépült sportpályát. A Tűr István Múzeum idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése című pályázatához szükséges 30 milliós önerőt vita nélkül megszavazták a képviselők.
A határon átnyúló együttműködési programban a könyvtár, a folyóiratolvasó, az adattár, a kézi irattár és a levéltár közösségi térré alakítása, a belső udvar régészeti feltárása, rendezvénytérré alakítása a cél. Szerb-magyar határon átnyúló együttműködés keretében nyújtottunk be pályázatot. Ez az úgynevezett IPA pályázat. Ennek a lényege, hogy kettő vagy több szereplő országhatáron átnyúlóan együttműködik egy közös pályázatban. Ennek a nagyságrendje 2 millió euró. Ugye nyilván a pályázati eredménytől függően feleződik ez az összeg, így nagyságrendileg mondom 1 millió euróról van szó, amire pályáztunk. Ennek a testületi döntés értelmében 30 millió forintos önrésze van. Baja alpolgár mestere azt is elmondta, hogy további fejlesztéseket terveznek a múzeumban, folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket. Az év ökoturisztikai látogatóközpontja kategóriában megosztott első helyezést ért el a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ. A Gemenci Erdő és Vadgazdaság ZRT a nyár elején pályázott a Bajához közeli létesítménnyel. A nyerteseket szeptember 27-én a Turizmus Világnapján hirdették ki. A felújított akadálymentes és családbarát szálláshely, a kisvasút, a gyalogos, biciklis és autós turisták számára kialakított környezet, a fenntarthatóság, a változatos programkínálat mind hozzájárultak ahhoz, hogy a dobogón végezzen a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ. A Gemen ZRT Pörbölyi komplexuma a Tapolcai Tavasbarlang látogatóközponttal közösen ért el első helyezést. Folyamatos a fejlesztés, utoljára a felújított erdei iskolát adták át tavasszal, mondta a ZRT turisztikai osztályvezetője. Egy olyan komplex fejlesztési sorozat zárult most le azzal, hogy az erdei iskolánkat átadtuk, ami lehetővé teszi azt, hogy nagyon sokféle látogatói réteg is megtalálja azt az élményt, amiért a Gemenci erdőben érdemes elutazni, vagy azokat az elvárásoknak megfelelünk, amikkel ide érkeznek a látogatóink. Ugye itt kell gondolnunk óvodás csoportokra, egyetemistákra, akik tanulmányúton vannak, általános iskolásokra, akik erdeiskolai programokra jönnek, családokra, akik csak szeretnének egy jót kirándulni a Gemenci erdőben. Ezen kívül a speciális igényeknek is meg kell felelniük, például a fotósok és vízi túrázók kéréseinek, tette hozzá Csontos Péter. A pályázatot a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Turisztikai Ügynökség közösen hirdette meg. Az idén az ország különböző tájairól összesen 12 pályamunka érkezett be. A cím elnyerésére többek között nemzeti parkigazgatóságok, erdőgazdaságok, önkormányzatok nevezhettek a tanösvény és a látogatóközpont kategóriában. Utóbbiban második helyezett nem volt, a harmadik pedig a Budakeszi Vadaspark lett. Adjuk vagy ne adjuk. Akadnak olyan szülők, akik nem akarják beadatni gyermeküknek valamelyik kötelező védőoltást, tartva az esetleges szövődményektől. Szakértők segítségével utána jártunk, miért fontos beadatni az oltásokat, és annak is, hogy vajon valóban lehetnek-e negatív következményei az injekciónak. A védőoltásokat két nagy csoportra kell osztani. Vannak a kötelezőek, és vannak az ajánlottak, de mindenképpen nagyon alapos kórképet kell felállítani a beadatás előtt. Magyarázza éppen dr. Matán Eszter. A gyermekorvos elmondta, Magyarországon jelenleg 11 kötelező védőoltás van beütemezve az életkor szerinti oltási tervbe. Ha a gyereknek nincs olyan betegsége, vagy olyan kizáró tényező, ami miatt nem kaphat védőoltást, akkor ezeket az oltásokat kötelező, hogy beadjuk. Most abban az esetben, hogyha ez ellen a szülő agályoskodik, nem szeretné beadatni, akkor megvan a megfelelő lépcső, illetve fórum és oltási tanácsadó, akitől ebben segítséget lehet kérni. A kötelező védőoltások Magyarországon térítésmentesek, tette hozzá dr. Matán Eszter. Ez butaság. Nem, nincsen semmilyen szövődményem. Ez pedig már dr. Mészáros Endre határozott válasz arra, lehetnek-e szövődményei a kötelező védőoltásoknak. A védőoltásokat ellenzők ugyanis sokszor azzal érvelnek, hogy az oltás veszélyei között szerepel például egyes autoimmunbetegségek kialakulása. Az infektológus elmondta,
Egy olyan autoimmun betegségről sem tudnak, amit védőoltás okozott volna. Óriási hiba, hogy eltulozzák az emberek az oltásoknak a veszélyét. Ez a legnagyobb hiba. A másik nagy hiba ennek az ellenkezője, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy szükség van az oltásokra. A kettő között a normális. A veszély az nagyon picike, nullához közelít. Én nem is láttam ilyet. Általában, hogyha valamit oltásra ráfognak valami betegséget, akkor összekeverik. Egybeeséséről van szó, a betegnek valami baja lett, azt kapott előtte oltást, és akkor próbálják valahogy azt igazolni, hogy attól van-e vagy se. Sokan azt mondják, azért nem adatnak be bizonyos oltásokat, mert az országban nem jellemző az adott betegség. Az, hogy Magyarországon például nem volt kanyarójárvány, mint pár éve Ausztriában, éppen annak köszönhető, hogy itt kötelező beadatni a védőoltást, tehát megelőzni a betegséget, magyarázta a szakember. Néhány napja adtunk hírt arról, hogy az elmúlt időszakban több kerékpárnak is lába kelt baján. A jellemzően az éjszakai órákra a lépcsőházakban, illetve a közterületeken hagyott kétkerekűek tűntek el, ezért akkor a rendőrség a lakosság fokozott figyelmét és óvintézkedését kérte. Ez mellett azonban az egyenruhások is végezték a dolgukat, aminek meg is lett az eredménye. Kedden hajnalban kettő kerékpáros férfit ellenőriztek a rendőrök Felső-Szentivánon, akik zavart viselkedésük mellett a náluk lévő járművek eredetéről sem tudtak nyilatkozni, ezért a bajai rendőrkapitányságra előállították őket. A kihallgatásuk során kiderült, hogy kettő férfi augusztus vége óta összesen 8 esetben lopott el kerékpárokat Bajáról, és az ellenőrzésük idején használt bicikliket is azt megelőzően tulajdonították el. A nyomozók a házkutatások során megtaláltak és lefoglaltak egy korábban eltulajdonított és már tovább adott kerékpárt is. A 27 éves bajai és a 17 éves nagybaracskai fiatal gyanúsítotti kihallgatásuk során a bűncselekmények elkövetését beismerte. Velük szemben szabadlábon hagyásuk mellett lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárása a bajai rendőrkapitányságon. A tetőn gyakorlatoztak. Csütörtök délután akcióba lépett a bajavárosi önkéntes mentőcsoport. Feladatuk egy használaton kívüli antenna leszerelése volt. A májusban megalakult bajavárosi önkéntes mentőcsapat kötéltechnikai egysége most élesben is próbára tehette a tudását. A napokban ugyanis azt a feladatot kapta, hogy a bajai tűzoltóság közreműködésével távolítsa el a katasztrófavédők tulajdonában lévő több méter hosszú, használaton kívüli antennát az Árpád téri épület tetejéről. Kéréssel fordultam hozzájuk, hogy mit szólnának ehhez a gyakorlathoz, és nagyon szívesen, örömmel vállalták ezt a feladatot. Tekintettel arra, hogy amikor megalakultak, akkor a bajai kötélpályán gyakorolták ezt a fajta személyi mentési tevékenységet. A tűzoltó ezredes hozzátette, jó ötletnek tartotta a mai feladatot, hiszen a mentőcsoport korábban csak a bajai kötélpályán gyakorolta a személyi mentést. Ma viszont élesben is kipróbálhatták magukat. Az önkénteseket a tűzoltó autón lévő daru segítségével emelték a magasba. Bajaváros településén, ugye Baja környéken több mentőcsoport is található, mi az élet- és vagyonmentésre specializálódtunk, májusban vizsgáztunk sikeresen, 5 évre megkaptuk a tanúsítványunkat, szeretnénk még egy árvíz és egy belvízvédelmi szakvizsgát is tenni. A mentőcsoport tagjai és a tűzoltók közös munkájának köszönhetően lekerült az antenna az épületről, így újabb sikeres gyakorlaton vannak túl az önkéntes mentők. A hétvégén tartja a Bajai Rotary Klub a hagyományos halszabadító programját. Ennek során az idén a Kecsegéken kívül 200 combót is engednek a Dunába. Az esemény október 1-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a Türkilátónál. Mindenről dr. Németi Zsolt, a klub elnöke számolt be híradónknak. Ezt azért tartjuk nagyon lényegesnek, mert hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy az évek során ezek az őshonos halfajok, így a kecsege is, illetve a combó is, mintegy eltűntek a természetes élővizekből. Nyilván nem tudjuk pótolni ezeket a halfajokat az élővizekben, nem is ez a célunk, hanem csupán felhívni arra a figyelmet, hogy próbáljuk megőrizni az élővizeink, így a Duna ökológiáját. Ezzel próbálunk egyfajta figyelemfelhívást is véghez vinni ezzel a programmal. Erre a programra nem csak a Rotary Klub tagjait, hanem egy jóval szélesebb kört várunk, mert véleményünk szerint
Ezzel a programmal népszerűsíthetjük a természetes élővizeink, illetőleg az ökoszisztémánk, ökológiánk fontosságát. Most pedig következik a sportpercek. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Az Arnold Classic sorozat barcelonai állomásán versenyzett Sauer Kornél és Kubatov Géza. A verseny történetében első alkalommal rendeztek fekvenyomó számot, a bajaiak erős nemzetközi mezőnyben bizonyíthattak. Kubatov Gézának az éremszerzés is sikerült a katalán fővárosban. Ezek a felvételek még a felkészülés idején készültek, amikor Sauer Kornél a bajai edzőteremben mozgatta a hatalmas súlyokat. A sugó póverese elnöke Kubatov Gézával közösen vehetett részt a barcelonai viadalon, ahol a világelithez tartozó versenyzők indulhattak el. Géza mezőnyében összesen 11 sportoló volt. A bajai fekvenyomó jó formában érkezett Barcelonába, és ezt a versenyen is meg tudta mutatni. Nagyon, nagyon jól alakult, mert amire számítottunk, a második helyet pályáztam meg, így sikerült is. A 84 kilóval mérlegeltem, és 207,5 kilót teljesítettem. Géza a nagyon előkelő második helyen zárt, amivel ismét letette a névjegyét a nemzetközi mezőnyben. Sauer Kornél szintén az éremszerzést tűzte ki célul, azonban kisebb hibák miatt erről most le kellett mondania. 210 kilón kezdtem, ami viszonylag egy magas, a második legnagyobb súly volt, amin a versenyzők kezdtek. Próbáltam ezt az előnyt tartani. Könnyűnek éreztem az elsőt, viszont másodikra gyakorlatilag kicsit a beadó hibája is volt, kicsit a sajátom is. Nem tudtam rendesen elhelyezkedni, hosszú preszt is kaptam, és a sérült vállam nem egyszerűen kiengedett, nem tudtam már onnan kikorrigálni a súlyt. Kornél végül az ötödik helyen zárta a viadalt. A végső helyezéseket egyébként egy speciális mutató alapján határozták meg, amit a versenyző súlya és a kinyomott kilogram aránya adott meg. A bajaiak teljesítményéről sokat elárul, hogy még a helyszínen meghívást kaptak egy novemberi, szintén Spanyolországban rendezendő Európa kupára. Nem sikerült a főtáblára jutás a bajai Bácska FKE kadett csapatának. Az elmúlt hétvégén a fiatalok Pécset léptek pályára a selejtező második körében, ahonnan a négyes csoport első kettő helyezettje jutott be a legjobb 16 együttes közé. A Bácska előbb 79-53-ra kikapott a Vasas Akadémiától, majd 89-72-re maradt alul a Péccsel szemben. A záró mérkőzésen a bajaiak 82-42-re kiütötték a Nyíregyházát, így a csoport harmadik helyén zárták a selejtezőt. Friss sportösszeállítással holnap ismét jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Rendkívüli nyitvatartás a hétvégén, a népszavazáshoz szükséges okmányok kiállítása miatt a hétvégén is fogadnak ügyfeleket a kormányablakok. Folytatódhat a fejlesztés. A képviselők megszavazták a Petőfi-szigeti sportpálya és a Tűr István Múzeum felújításához szükséges önerőt. Erre még Schwarzenegger is csettintene. A fekvenyomó Kubatov Géza a második helyen végzett a világhírű Arnold Classic versenysorozat barcelonai állomásán. A Bajai Televízió híradóját látták, most időjárás és vízállás jelentés következik. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Erőt vagy gyengén felhős idő várható, majd késő délutántól megnövekszik a felhőzet, csapadék nem lesz. A délnyugati déli szelet többfelé élénk lökések kísérik. Reggel helyenként párásságra, ködre kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.